Szép estét kívánok a ProHardware TV nézőknek! Azt az egyet felejtettem el beállítani, hogy a chatet meg tudjam jeleníteni, és ezt most megteszem, mert azt gondolom, hogy abból kiindulva, ami a fórumon történik ebben a pillanatban, és nyomogatom majd az F5-öt, abban kapcsolatban, hogy itt van az épületben, nagyon rövid időre, de ezúton tényleg szeretném megköszönni Andrásnak az XMS-ből, hogy kölcsön adta nekünk erre a pár órára a Retina kijelzős MacBook Pro-t. Ilyen hangkép oké okay for me, ez nekem már így majdnem elég, illetve köszöngetnek is úgy, hogy minden rendben van. Eleve nem is vállalkoztam volna arra, hogy mondta, hogy valahogy oldjuk meg, hogy több időre visszam el, menjek egy kicsit korábban, és akkor majd így átnézem, és mondtam neki, hogy készüljön fel arra, ez egy hands-on review lesz, tehát ilyen kicsomagolós, körbenézős dolog. Az külön érdekesség, hogy az első olyan tesztkészülék, amihez nem bántam, hogy nem kapok töltőt, mert egészen biztos voltam benne, hogy ezt az 5-től 8-ig tartó 3 órát, ezt vígan röhögve ki fogja bírni, még akkor is, hogyha a kijelző 2880-szor akárhány pixeles bődületes retina display. És hát elindult egy bizonyos flame háború itt már a ProHardware lakcsalád fórumain a cikkhez tartozóan. Ezért végeztem egy kis kutatást is azzal kapcsolatban, hogy ha Windowsra akarnánk fordítani, akkor kb. Hogyan állnánk, ami ugye lehetetlen, mert nem erről van szó. Na a lényeg az, hogy ő itt van, és akiről beszélünk, az becsukom, hogy azért látszon az a bizonyos alma logó, ami miatt ez az egész működik, az ő. A teljesen klasszikus 15,6 colos családba illeszkedik, tehát a 15 colos MacBook Pro közé illeszkedik be a Retina Display-es MacBook Pro, ám gyakorlatilag a fedlapon és a világító alma logon kívül nem túl sok hasonlóság van a gyári, olcsóbb, kisebb, nem Retina Display-es MacBook Pro-hoz képest, és azt gondolom, hogy valamilyen szinten megcsinálta most az Apple azt a gépet, amit én magam is az árát félretéve, abszolút, az árát félretéve nálam a lélektani határ 300 ezer forint egy számítógépnél, és ott már egy halk könycseppet mindenképpen elmorzsolok, de hogy az árát félretéve megalkotta a gépet, nyilvánvalóan arról nem kell beszélnem, hogy az összeszerelési minőség milyen, tehát ezt nyomogathatod akárhol, ez sehol nem fog egy picit sem horpadni, de kihagyták azt az egy dolgot, ami engem már idéz, és ez egy abszolút szubjektív dolog, nagyon régóta zavar, nekem nincs szükségem optikai meghajtóra egy notebooknál. Az elmúlt másfél-két évben egy kezemen, három ujjamon meg tudom számolni, hogy hányszor használtam optikai lemezt, melyeket egy Google-is kereséssel 6 másodperc alatt tudtam volna helyettesíteni, csak mivel volt optikai meghajtó a gépben, ezért betettem, de gyakorlatilag nincs rá szükség. Éppen ezért sokkal, de sokkal vékonyabb tudott lenni, vagy tud lenni a készülék, ami hát igazából úgy sokkal vékonyabb, hogy abszolút például belefér hogy mondják azt? Ultrabook, ezt nem akartam, vagy ezt akartam kikerülni, hogy ki kelljen mondani, de hát most már mindegy, kimondtam. Tehát az Ultrabook kategóriába próbálnék úgy csinálni, hogy a bal oldalról végig tudjunk menni. Kérem szépen egy darab tápcsatlakozó, aztán egy darab Thunderbolt, még egy darab Thunderbolt, egy darab USB, ami bár nincs színezve, de természetesen 3.0, aztán egy darab fejhallgató kimenet, utána megyünk végig, ezek itt hangszóró kijáratok itt alul, kicsit ferdén az oldalán a készüléknek, és végére értünk a 15 szoros notebooknak. Elől természetesen MacBookokhoz mérten semmi extra, itt bár nem látszik, van egy pici mélyedés, hogy ki lehessen nyitni az alumínium fedlapot, elől semmi, nincsenek állapotjelzőledek, nincs semmi. Aztán jobb oldalon ugyanúgy ismétlődik a dolog, a hangszóróknak a rácsozata, azért gyanítom, hogy itt valamiféle levegőáramlás is történik, egy SD kártyaolvasó, egy HDMI, és még egy USB 3.0-as port, hátul pedig szintén az ég egyadta világon semmi, nincs, és klasszikusan a MacBookokhoz mérten ott látszik a hűtés végig-végig szépen a hűtőbordák, ahol ki tud áramolni a levegő. Semmi extra, a feketére lett festve gyakorlatilag a zsanér már-már klasszikusan az összes újabb MacBookhoz képest. Az alján kevés dolog látszik, egy szép nagy MacBook Pro felirat, így amire most rázoomolt a Logitech kamera, viszont valamilyen szinten, ez egy világít az alma rajta, hát ezt most ugye erre nem kell válaszolnom. Szóval, hogy fordított ultrabook az, amit kitalált az Apple, úgyhogy végül is kimerem azt jelenteni, hogy az Intel nem másolja az Apple-t, mint ultrabookot, közben azért valamilyen szinten, de
Mert hogy az Apple-nél a Unibody ház nem azt jelenti, hogy alulról csúszik föl a burkolat és úgy van egybe, hanem a billentyűzet és a keret van nagyon masszívan összeépítve, viszont cserébe ezzel a 6-8-10 darab csavarral, ami itt látszik, ezek a kis krómozott csavarok, az egész hátlapot el lehet távolítani, és a gép teljes belsejéhez hozzáférünk. Ezt most nyilvánvalóan nem fogjuk megtenni, erre külön megkértek, hogy semmiképpen se molesztáljam a gépet, hiszen az egy darab demógépet hoztam el most a boltból, tehát ha valaki most éppen bemegy az XMS-be, akkor András saját gépén fogja mutogatni a Retina Display-t a drága delikvenseknek. És azt is árulta, hogy elég jól fogynak a Retina Display-es MacBook Pro-k. Úgyhogy de végül is gyakorlatilag ennek ellenére a merevség megvan, de az egész alját el lehet távolítani, tehát akár a hűtést, ha nagyon kell tisztítani, akár ha valamilyen módon szeretnénk bővíteni a 256 GB-os SSD-t, ezt mind meg tudjuk tenni ezzel a 10 csavarral. Bár azt gondolom, hogy a Mac tulajdonosokra kevéssé jellemző az, hogy ők cserélgetnék az alkatrészeket saját maguk. Most gyorsan, amíg beírom a jelszót, addig visszakapcsolok magamra. Újra itt vagyunk, klasszikus, mekkes, szigetes billentyűzet. Nem tudom, hogy mióta van ez, megmutatom, hogy világít az almalogó, tessék, csak hogyha valakinek ez hiányzott volna. Nem tudom, mióta van az, hogy a bekapcsoló gomb az integrálódik a billentyűzetbe, valószínűleg régen, elnézést kérek, Mac-ben otthon komolyan nincs rajta töltő csati, dehogy nem, ezt nem értem, azzal kezdtem, ezen túl is lendülök most. Szóval, hogy én úgy emlékszem, hogy itt annó még itt voltak a Mac-eken, amiket én így nagyjából utoljára nézegettem a bekapcsoló gomb, ez most már ezek szerint, de legalábbis az új Retina Display-es MacBook Pro mindenképpen ide csúszott a billentyűzetbe. Nagy extrákra ne számítsunk, természetesen a háttérvilágítás működik, az elképesztő méretű touchpad az minden esetben zseniálisan működik, ugye ezt a többérintéses mozgásérzékelést, micsoda effekt, ezt a többérintéses multitouch dolgot azért azt gondolom, hogy tényleg tökélyre fejlesztette az Apple, úgyhogy működik a jobbra-balra 4 ujjas, leföl 3 ujj, stb. A fedlap ugyanannyira gyűjti az ujjanyomatokat, mint az összes eddigi alumíniumházas MacBookoknál, és most jövök rá, hogy maximális hülyeséget mondtam a hangsugárzó kijárattal, mert hogy itt van egy rácsozat, pontosan van kettő a jobb oldalon és a bal oldalon, és sanszos, hogy a hang az ott távozik, úgyhogy valószínűleg az oldalsó rács, amit ott láttatok, az igenis a hűtés miatt történik, sőt most már fejben föl is idéztem a belsejét mutató JPEG fotókat a netről, és egész biztos vagyok benne, hogy a hűtés igen innen a két oldaláról, alulról, arról a 3-3 kis rácsozatból jön, így töltsér alakban, és ezen keresztül áramoltatja a levegőt úgy a MacBook, hogy még külön időt fordítottak arra, hogy ne szimmetrikus legyen a lapátoknak a formája és az elrendezése, hanem egy kicsit aszimmetrikus, ami miatt sokkal halkabbnak tűnik. Nyilván zajszűrővel ezzel lehetne vitatkozni, de tényleg érzetre sokkal halkabbnak tűnik, hiszen egy sokkal barátságosabb frekvencián dolgozik még teljes terhelésnél is a Retina Display-es MacBook Pro, és ez annak köszönhető, hogy egész egyszerűen újra tervezték a ventilátorokat, egy kicsit ilyen amorful el vannak rajta rakosgatva a lapátok, és ettől nincs annyira hangja. Na, térjünk át oda, ami miatt 729 ezer forintot kifizet az, akinek erre van 729 ezer forintja, és egészen őszintén azt gondolom, hogy ha nekem lenne 729 ezer forintom egy számítástechnikai eszközre, zokszó és gondolkodás nélkül kifizetném a Retina Display-es MacBook Pro-ra. Minden annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy engem senki nem vádolhat Apple fanatikussággal, annak ellenére, hogy sokan azt gondolják, hogy én Apple ellenes vagyok, de ez nem igaz. Egészen egyszerűen ez a gép ezzel a kijelzővel, ezzel a belsővel, ezzel a hardware-rel, ezzel az operációs rendszerrel. Én most ülök életemben másodszor macOS előtt, egy sokkal régebbi verzióval próbálkoztam egy rövid ideig, és gyakorlatilag tényleg az első, hova nyúljak, mármint hogy a Windows után, gyakorlatilag tudtam használni, és mindjárt megmutatom, hogy mondjuk egy iMovie-ba hogy néz ki a Retina Display, mert ott látszik igazán. Átállítottam manuálisan a full felbontásra. Na, ezt mindjárt megmondom, hogy mennyi, mert akkor lesz ez igazán érdekes. Azt mondja, hogy, hát megmondom mindjárt, hogyha meg tudom mondani. Nem akarok hülyeséget mondani, hogy ez most 2880x1800 az a pixel, amit most itt bámulni fogunk így együtt. Ezáltal az következik be, hogy most ezt a 2880x1800 pixelt nézzük,
hogy az én 1600x900-as notebookom, ahol úgy kezdődik minden egyes klasszikus webböngészés, hogy balgom, vagy control scroll, tehát egy kicsit fölnagyítom a weboldalakat, az itt hát finoman szólva is hatványozottan előjön, de nyilván, de kapcsolódok az internethez, szeretnék nagyon-nagyon kapcsolódni az internethez, wifi hálózatok keresése, na várjatok egy pillanatra, ezt most megoldom, ezt a technológiai problémát, az előbb már csatlakoztam. Igen. Csatlakozok. Lehet, hogy akkor mégsem vagyok akkora nagy Apple felhasználó. Kapcsolódás. Ja, rányomtam csípőből a mégsemre, most már emlékszem, úgyhogy szerintem most működni fog. Igen, van netünk. Tessék, mutatom. Szóval... Azért ez egy teljesen normál méletű és szabványos weboldal, nyilvánvalóan az Apple saját weboldala. Nézzük meg egy ProHardware-t, hogy legyen összehasonlítási alapunk. Így. Eléggé, hogy mondjam, szegényes a környezete a ProHardware-nek ezen a felbontáson, viszont annyira jó, tehát a saját kép például kiinduló, hogy én egy scroll és görgetése, tehát nagyítással indítok 1600x900-on, itt 2880x1800 pixelen abszolút irreálisan távol ülök az átlagos notebook felhasználásomhoz képest, mondjuk így azt mondom, hogy 1 méterre, és innen tökéletesen el tudom olvasni még a lead szövegeket is, tehát az Intel Core i5 processzorok Ivy Bridge alapokon jobb oldalt fölül a második cikk. Leteszteltük a szorzózásmentes Intel Core i5 3570K és a kedvező áru Intel Core i5 3470 processzort. Ez, amit most én itt művelek, ez elsőre nem tűnik olyan nagy dolognak, de én most jöttem igazából rá, amikor először elkezdtem vele, mert a böngészést hagytam ki gyakorlatilag. Most jöttem rá, hogy ez az, amitől a Retina Display egészen biztosan egyedülálló és zseniális, ugyanis ezt eddig én nem láttam olyan monitort, amivel ezt meg tudnám tenni. Ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy színhelyesség szempontjából egyáltalán nincs baj, ez fölmerült itt a fórumon. Ugyanis én otthon használok egy anno meglehetősen drágának számító 6-7 éves IPS paneles, akkor még grafikus monitornak mondott $970 árult monitort, amit jutányos áron vásároltam, használtam, ez 1600x1200 pixel, tehát meglehetősen jónak számít ez a monitor még mai viszonylatok között is, és hát finoman szólva is agyonveri ez a kijelző, amit most ebben a pillanatban nézek. Annak ellenére, hogy egészen bizarr, hogy gyakorlatilag tényleg én is azt nézem, hogy majdhogy nem két böngésző ablak, mondjuk leszámítva a menüsort, de az egészen biztosan kifér teljes méretben mind a kettőt elolvasva. Úgyhogy döbbenetes a kijelző, leírhatatlan, a módotok van bemenni egy megboltba és megnézni, akár csak azért, hogy lássátok, hogy milyen a Retina Display, egészen hihetetlen és döbbenetes. És amikor azt gondoltam, hogy mint videóval és képekkel sűrűn foglalkozó, a retinám szereti a retinát, igen, ez egy abszolút hatalmas igen, de amikor először rácsodálkoztam arra, hogy mitől jó ez, az, amikor a Final Cut Pro-t elindítottam, és az a Timescapes felirat ott, sajnos ti ezt nem fogjátok látni abban a felbontásban, amiben most mi adunk, az egy tökéletes Full HD kép. Tehát egy pixelt nem látok, borzasztó színhelyesnek tűnik, nagyon-nagyon szép, leugrik a képernyőről, és mellette teljesen jól látszik, hogy még egy kétsávos vágó felület és a teljes browser felület baloldalt bőven-bőven elfér. Nyilván egy sok csatornán, sok effektes 8-10-20 csatornán melózás közben nem alkalmas ez a fajta felosztás, mert rengeteget kéne itt lefölszkrollozni, de nyilvánvalóan épesző ember azonnal használ valami külső monitort. De tényleg egy egyszerű elővágáshoz, mondjuk rögzítettem azt az anyagot, amit föl kellett venni, és ott helyben meg akarom nézni, hogy mit szeretnék gyorsan kidobni, ami nem kell a nyersanyagból, meg tudom csinálni egy darab kijelzőn úgy, hogy mellette a Full HD videót látom. Tehát pixel helyesen, tökéletes képminőségben, minőségromlás nélkül, és ezzel az i7-es processzorral, illetve 8 GB RAM-mal nyilvánvalóan rengeteg effektnél azért már érezhető lesz, de alapvetően egy ilyen nyers vágáshoz önmagában egy 15 szolos notebook tökéletesen elegendő, ami egészen hihetetlen és félelmetes, és azt gondolom, hogy önmagában, ha be kéne áraznom ezt a kijelzőt, amit per pillanat nem vagyok most így monitor körkép szempontjából annyira otthon, hogy lehet ilyen hasonlót kapni, biztos, hogy van kb. Hasonló felbontású monitor, tehát ez a 2800 szor közel 2000, legyünk egy kicsit rugalmasak,
de egészen biztos vagyok benne, hogy nem 60-70 ezer forintos monitorokról beszélünk, hanem inkább a 200-250-300 ezeres monitorok közül válogathatnánk, ha valami hasonlót szeretnénk otthon is, mondjuk Windows-al vagy bármilyen más operációs rendszerrel, tehát ezt a workflow-t próbálnánk imitálni a saját otthonunkban, akár Linux, akár Windows, akár Mac OS X alatt. Ez döbbenetes, egészen egyszerűen ez az, ami miatt eladódik, és ez az, amivel eladja magát ez a Mac, hiszen az a hardware, ami benne van, az önmagában a legtöbb embernek gyakorlatilag azt mondom, hogy maximálisan fölösleges, és az a processzor, amiről beszélgetünk, az természetesen egy Ivy Bridge alapú i7-es proci 3610QM, tehát 4 magos prociról van szó, ez a kisebbik modell, tehát ez az alap, nagyon furcsán hangzik, alap 729 ezer forintos Retina MacBook Pro, amiről itt beszélgetünk, ennél van egy még durvább 16 giga RAM-mal, még egy icipicivel erősebb 4 magos processzorral, egészen 756 GB-os SSD-vel, ami számomra felfoghatatlan, na az már azért 1 millió forint fölött van bőven, ott már egészen biztosan azok fogják ezt venni, akiknek ezekre a paraméterekre, az extra craftra, az extra RAM-ra és az extra tárhelyre mindenképpen szükségük van. Ilyen, hogy röccenés, normál felhasználás mellett ilyen rövid idő alatt nem találkoztam, tehát most bele lehetne abba kötni, hogyha Full HD videó lejátszás közben egy videó editorral itt húzok egy kicsit és állítom a képernyőt, akkor egy pillanatra megröccen, de ezt itt könyörgöm, tehát hogy ez azért már egy abszolút a szőrsze hasogatásnak a legteteje, tehát nem nagyon tudok olyan PC-s gépet, ami ezt mondjuk így röccenés nélkül és így fluidan csinálná. Ez az egy minden más szempontból tökéletesen gördülékeny, elképesztően hatékony és egy gyönyörű csomag ez a 729 ezer forintos gép. Emellé társult egy Nvidia GeForce GT650M, ami ha nem is egy csúcskategóriás kártya, de semmiképpen sem rossz az a kártya, amiről beszélgetünk. Mondok pár játékot, amivel vígan el lehet szórakozni. Nyilván ez abból a szempontból, hogy melyik érhető el OS X-re, ezt most nem tudom, de hogy ez a kártya más notebookokban mit bír el. Alan Wake még középállapotban is bőven-bőven játszható, Mass Effect 3 minden beállításon játszható, menjünk föl, Diablo 3 megeszi reggelire, a Max Paint azt még középállapotban is, tehát médium beállításokon, ezt a szót kerestem is, vegan 51 FPS-sel viszi el, a Ghost Recon-t ugyan low-ban, de lehet játszani, hol tartottam, a Skyrim az egészen high beállításokig elmegy ezzel a 650M-mel, a Call of Duty-t megeszi reggelire, a FIFA 12-t 145, mondjátok már, FPS-sel, ultra beállításokon röhögve elviszi, az F1 2011-et is, a Dirt 3 is játszható high beállításokkal, a Call of Duty Black Ops szintén bármilyen beállítással tökéletesen játszható, StarCraft 2 ugyanezek régebbi játékok, de ezek is minden beállítással játszhatóak, tehát semmiképpen nem mondanám azt, hogy egy rossz VGA van benne, és ugye gyakorlatilag ez nem sokszor fordult elő a MacBook Pro életében, hogy dedikált VGA van benne, benne van. A 8 GB RAM-ot talán már említettem, ezt lehet bővíteni, amennyiben szándékunk van 65 ezer forintot kifizetni, ez egy picit fáj, 8 GB, plusz 8 GB RAM-ért, akkor 8 GB RAM-mal még 16 GB-ig lehet bővíteni, ami viszont már egész egyszerűen, hát az már a max. Betekintési szögre kíváncsiak vagytok, tessék, elforgatom egy kicsit, azt gondolom, hogy nem túl sok panasz lehet a betekintési szögre, tehát egészen jól látszik, hogy önmagában ez a panel tényleg megsatszolom, hogy értékre, hogyha mondjuk monitorral kéne összehasonlítani, akkor azért a 200 ezer forintos értéket karcolja. Na, passziánsz van, biztos van valamilyen letölthető passziánsz, hogyha ez bárkinek fontos. Azt akartam hozzá mondani, hogy már elkezdődött ez a ki mit miért, Apple hogyan. Kerestem az árukeresőn, rákerestem arra, hogy ezzel az i7-3610QM-mel milyen gépeket lehet kapni, nyilvánvalóan Windows-zal, vagy hát operációs rendszer nélkül akár. És arra jutottam, hogy amiben még hasonló minőségű és milyenségű dedikált VGA van, aláfestő zene szerintem maradhat így a videóból, az bizony-bizony 340-350 ezer forintról indul.
De hát végül is 350 ezer forintot mondanék így szívem szerint arra, ami mondjuk már Full HD felbontás, ami ugye jóval-jóval kevesebb, mint a Retina Display, 8 giga RAM, egy hasonlóan erős izmos VGA van benne, és ugyanez a 4 magos processzor, ez bizony-bizony 340-350 ezer forintról indul, ehhez mondjuk nyugodtan hozzádobhatom azt a 200 ezer forintot, amit itt sacra alsó hangon a Retina Display miatt én így pluszban rátennék a MacBook Pro árára, akkor ott tartunk, hogy 550, és ez az a lélektani határ, ahol azt kell, hogy mondjam igazából, hogy már majdnem mindegy az, hogy mondjuk 600 ezer forintról beszélünk, vagy 730-ról. Ráadásul ez a gép, és ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni, ugye 2200 dollár környékéről indul Amerikában, tehát egészen máshogy viszonyulnak a dolgok egymáshoz, ezért ezt igazából rájöttem, hogy teljesen fölösleges kitétel volt, hiszen itt Magyarországon, ha hivatalosan bemegyünk a boltba, akkor minden egyes dollár-euró szorzóval, akár meg, akár bármilyen Windows-os gép meg kell küzdenünk, ilyen ez a világ, ezzel együtt kell élnünk. A lényeg az, hogy igazából én egy ilyen kis rövid élménybeszámolót szerettem volna azzal kapcsolatban, hogy őszintén azt gondolom, hogy ez a gép ér 729 ezer forintot, és ennek mondjuk 80%-ban a Retina Display az oka, illetve nyilvánvalóan az, hogy tudom, hogy milyen hardware, milyen minőségben, milyen mérnöki munkával és milyen múlttal van összerakva ebben a gépben. És biztos, hogy akik ezt a gépet fogják nézni, azok nehezen fognak ezentúl bármilyen másra váltani, tehát marketing szempontból ez egészen biztosan egy olyan lépés az Apple-től, hogy még erősebb márkahűséget fog kialakítani, és az új jelenlegi Retina Display-es MacBook tulajdonosok egészen biztosan Retina Display-es iPad-et fognak venni, egészen biztosan Retina Display-es következő MacBook-ot fognak venni, hiszen hozzá fognak szokni ez a zseniális jósághoz. Na! Jó! Nagyon fénylik a kijelző, ez nem zavaró. Nem tudok róla, hogy lenne matt opció, ezt a külföldi oldalon sem láttam. Igen, fényes a kijelző. Gyakorlatilag nem akarok túlzottan hülyeségeket mondani, de ha jól tudom, akkor az iMac-eknél, az asztali gépeknél van matt kijelzős IPS paneles verzió. Nem emlékszem most fejből, hogy egyáltalán MacBook Pro-nál lehetne ez opció, hogy matt borítással vagy fényes borítással választod a gépet. Kész, igazából nem akarnék mélyebben belemenni, hiszen magáról a macOS X-ről egészen őszintén bevallom, hogy fogalmam sincs, hogy mit tud és hogyan, de az biztos, hogy én még ilyen kijelzőben, minőségben, gépösszerakásban, specifikációban nem láttam. Na, jó, multitouch gesztusok, mivel éppen azt akarom mondani, akkor mutatok egyet, amit így most így tudok. Az pedig az, hogy lépegetni lehet a különböző dolgok között, tehát hogyha most megvan nyitva az iMovie, és mindjárt megnyitom, vagy bocsánat, Final Cut Pro ez ráadásul, akkor itt tudunk lépegetni jobbra-balra az asztal és a Final Cut Pro között, de természetesen böngészésnél, és most becsuktam a Safarit, akkor működik a Zoom, így, és akkor innentől tudunk scrollozni le föl, de hát egész egyszerűen, hogyha belenagyítok, tehát, hogy itt látszik, ennél jobban nem lehet, de azért itt látszik, hogy így nincs zéró, tehát nincs pixel, tehát olyan, mintha rá lenne nyomtatva gyakorlatilag a betű egy papírra tökéletes minőségben. Döbbenetes, tényleg döbbenetes. Három új fel, az mit csinál? Ja igen, az így megmutatja a desktopot meg a futó szoftvereket, tessék parancsolni, köszönöm a sugást, akkor itt tudom prezentálni ezeket a dolgokat. Hogyha visszamegyek, akkor a kis widget ablakba jövök, a három új le, akkor azt hiszem, hogy van? Vagy négy új le? Van egy olyan, hogy ledobja a szoftvert, tehát így becsukja, de az most nem tudom, hogy melyik. Mindegy. Ennyit akartam én nektek mára, már csak azért is, mert megígértem, hogy 8 órára visszaérek az X-en, és visszaviszem nekik a Retina Display-es MacBook Pro-t. Természetesen itt vagyok, gyorsan ránézek a fórumra, hogy történt-e közben a megéri-e, nem éri-e, meg kell-e, nem kell-e a kijelzőn, vagy micsoda, bocsánat, tehát hogy ez az Apple dolog. Tényleg egészen őszintén azt tudom mondani, csak közben olvastam, azért adoktam, hogy ez bizony ér 730 ezer forintot ez a gép. Az nyilvánvalóan egy megint más kérdés, hogy kinek van erre szüksége.
Én, ha rám szakadna a bank, akkor maximálisan úgy érzem, hogy nekem szükségem van egy ilyen retina diszplére. Valószínűleg az lenne a legnagyobb baj, hogy bármi mást nézni utána hánynék, és megkockáztatom, hogy ez még tévében is meglehetősen rossz érzés lenne mondjuk egy sima Full HD felbontású tévét nézni. Tehát azt gondolom, hogy aki 730 ezer forintot kiad egy retina diszpléjes MacBook Pro-ért, az azonnal szaladjon valahova el egy 4K-s tévéért, és azt próbálja nézni, bár nem tudom, hogy mit köt rá, vagy mit néz. Na, jó, hogy szakadna rám, köszönöm, én is nagyon várom, hogy rám szakadjon a bank. A lényeg az, hogy itt volt a ProHardware TV-ben a Retina Display-es MacBook Pro, én személy szerint nagyon örülök ennek a találkozásnak. Valószínűleg ennél közelebb az elkövetkezendő 5 kötőjel 10 évben legalábbis mondjuk így 3 éves a kislányom, mondjuk tegyük fel a 18 évesen irtozatosan nagy, nagyon-nagyon menő és tényleg jó zenét játszó popstar lesz. Addigra mondjuk már lehet, hogy ezt a gépet meg fogja tudni nekem venni karácsonyra használtan ajándékba 15 évesen. Egyelőre ennek ellenére és mindemellett azt gondolom, hogy zseniális, amit az Apple csinál, és megint letettek valami olyasmit az asztalra, amit egyelőre semmilyen más gyártó azután, hogy a MacBook Air, azután, hogy egy csomó mindent megcsináltak, bizony-bizony vagy lemásol, vagy ha tudja, de ez egy nagyon-nagyon masszív egybelévő gép. Ennyi volt már a ProHardware TV, csütörtökön is lesz ProHardware TV, akkor már 7:30-kor, és még fogalmam se nincs, hogy mi lesz benne, valamit addig majd kitalálunk, és akkor lesz ProHardware TV, és holnap 6:00-kor pedig mobilen a TV. Mindenkinek szép jó éjszakát kívánok, szevasztok!